Fermi paradoxonnak nevezzük azt az ellentmondást, hogy milyen magas annak a becsült valószínűsége, hogy létezik rajtunk kívül intelligens civilizáció valahol az univerzumban, és hogy milyen kevés bizonyítékunk van erről, vagyis hát, hogy egyáltalán nincs. Na most, nemrég volt egy érdekes ilyen Wikileaks-es levél, amit a Blink 182 egyik volt gitárosa írt John Podestának. John Podesta ugyebár ő gyakorlatilag a Fehér Ház csapatának az egyik vezetője volt, a Chief of Staff a Obama alatt, és most jelenleg Hillary-nek ő az egyik kampány, ő a fő kampánymenedzsere. És ez a volt zenész, ez gyakorlatilag írt egy levelet ennek a John Podestának, aki önmagát UFO vallónak akarja mondani, tehát ő gyakorlatilag hisz az UFO-k létezésében. És hát a Wikileaks összeszedett kettő ilyen levelet, amelyben gyakorlatilag ez a zenész, ez azt mondja, hogy van ismer kettő tuti embert ilyen belső forrásból, akik majd akikkel szeretné összehozni ezt a John Podestát, hogy beszélgessenek el erről az UFO kérdésről, mert hogy komoly bizonyítékai vannak. Na most az egyik ilyen ember, akit gyakorlatilag hivatkozni próbál, az egy nagyon magas rendű ilyen katona az amerikai hadseregben, és állítólag részt vett a Roswell-i UFO-nak a bázisra szállításában, és hogy gyakorlatilag ő majd bizonyítékkal szolgál. Mert ugye ez a John Podesta azt mondta, amikor lekerült a Obama fehérházi csapatának a vezetéséről, hogy ezt Twitteren ki is posztolta, hogy az egyik legfontosabb dolog, amit elfelejtett tisztázni, az az UFO kérdés. Na most csak a számokat figyelembe véve, ugye ha észszerűek akarunk maradni, akkor valóban sokkal kisebb annak a valószínűsége, hogy mi vagyunk az egyetlen intelligens élet az univerzumban, és annak drasztikusan sokkal nagyobb, hogy van rajtunk kívül is intelligens civilizáció. Ami azt jelenti, hogy őrült igazából az, aki úgy gondolja, hogy mi vagyunk az egyetlenek, és gyakorlatilag intelligens pedig az, aki azt mondja, hogy rajtunk kívül is vannak mások. Na most ugye itt hatalmas számokról van szó, itt ilyen billiónyi galaxisról, billiónyi csillagrendszerről, billiónyi bolygóról. Na most ilyen magas számok mellett mi egy apró, pici, kis porszem se vagyunk gyakorlatilag az univerzumban. Ami azt jelenti, hogy ja, valóban lehetséges, sőt, meggyőző, hogy van rajtunk kívül is intelligens civilizáció, de ezzel nagy valószínűséggel soha nem is fogunk találkozni. Ez csak egy ilyen, ahogy zigzagtákban is mondták, hogy hinni szeretnék. Tehát, hogy nagyon sok embert, akármilyen pozíciót is tölt be, egyszerűen annak a vágya, hogy valami varást, valami ilyen különleges séget vigyen bele az életbe. Az nekik hinniük kell valamiben. Na most nagyon érdekes, mert ugye hiába van egy ember egy ilyen vezető pozícióban, ezeket a hitbeli dolgokat néha, hogy is mondjam, a karrierjük ellenére, vagy akár annak kárára is képesek többek előtt fölvállalni. Például most volt nemrég egy érdekes ilyen médiában is nyilatkozó fickó,
aki gyakorlatilag az iraki közlekedési miniszter, aki azt mondta, hogy egy Zekeria Sitchin nevezetű fickóra hivatkozva, aki a sumérokat kutatta, és kitalálta azt az elméletet, hogy a sumérok azok gyakorlatilag kommunikáltak, meg hogy folyamatos érintkezésben voltak űrlényekkel, és ez a közlekedési miniszter ennek a fickónak a munkájára hivatkozva azt mondta, hogy 5000 évvel ezelőtt ott Iraknak gyakorlatilag az egyik térségében, ez a Dikar térségében, ott ilyen ősi űrhajó leszálló pálya volt, mert hogy ott tökéletes ugye a leszállási lehetőségek, tehát tiszta az ég, nincsenek ilyen légizavarok, és hogy ott könnyű az űrlényeknek föl meg leszállni. Na és ez a fickó, ez gyakorlatilag, ez a közlekedési miniszter, ez a tévében ezt felvállalta, és így mondta. A hivatkozását nézve, ez a Zekeria Sitchin, ez egy nagyon sok helyen kritizált és kicsit őrültnek mondott figura, tehát nem biztos, hogy a legjobb hivatkozási alap. De hát ugye itt is megnyilvánul az, hogy az emberek azok sokszor hinni szeretnének, valahogy ilyen varázslatot szeretnének a világba vinni. Ugye nem véletlenül szeretjük a szuperhősös filmeket, varázslókat, a horrorfilmeket, meg mindenféle egyéb dolgot. Egyszerűen az igazság az, hogy az élet az alapvetően unalmas. És a tévé meg marha érdekes. Az emberek fejéből kipattan egy sztori, csinálnak belőle egy sorozatot, és mi egyszerűen így végig pincsvacsoljuk az egészet. Tehát így fogjuk, leülünk és addig nézzük, ameddig végig nem néztük az évadot. És hát nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag az emberek miket képesek elhinni, meg hogy így kapaszkodnak mindenbe, csak hogy valami különlegességet adjunk a dolgokhoz. Ez mindig is lenyűgözött engem. És hát, hogyha űrlényekről van szó, akkor ugye már csak ha észszerű keretek között is maradunk, akkor is nyugodtan, sőt, határozottan lehet azt mondani, hogy kell, hogy legyen rajtunk kívül intelligens civilizáció, de amikor valaki ezt így, hogy is mondjam, nem fogja fel a jelentőségének a hiányát, ugye ezekben a hatalmas nagy szerkezetekben, hogy mennyire apró picik vagyunk, és így felnagyítja magát, ugye beszéltünk erről is már, akkor kicsit talán az egójára játszik. Kicsit talán megpróbálja meglovagolni ezt.